Mai vendégemet egészen kicsi gyerekkor óta ismerjük, az ország szeme nőtt fel, rengeteg bántásnak volt kitéve, kíváncsi vagyok, hogyan élte meg azokat, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen nő vált belőle, és milyen tervekkel néz a nagybetűs élet elé. Vendégem Gáspár Virág, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Hát szia Virág! Sziasztok! Örülök, hogy itt vagy. Azon filóztam, hogy mikor találkoztam, mi utoljára, de szerintem egy ilyen jó 12-3 évvel ezelőtt, nem? Hát nem emlékszem. Sőt, lehet, hogy több. Nem emlékszem rá. Köszönöm szépen. Na, <laughs> Felejthető élmény vagyok, igen, a találkozás szempontjából. Ak akkor nagyon kicsi voltál még. Hát ilyen 6 éves körül lehettem, Aha. szerintem, mert most leszek 20 Júliusban. Szerintem hatnál kevesebb voltál egyébként. Amikor, amikor indultam is, te hány éves voltál? Kettő. Hát akkor szerintem ilyen három-négy évesen találkoztunk, úgyhogy először, de hát nyilván hat éves az első emlék valószínűleg a dologból. És hát egy felnőtt nővét cseperettél. Köszönöm szépen. És most vagy érettségi előtt, hát az érettségi alatt. Igen, hát már csak a szóbeli hiányoznak. Második hogy sikerült? Hát a írásbelik ahhoz képest, hogy túlizgultam, és úgymond szeptemberbe kezdtem el tanulni, aztán jött a buli szezon, aztán ott vagyok, hogy május ahhoz képest nem úgy elég jól sikerült. Ha, túl izgulós vagy? Nagyon, mindenből. Igen. Fú. Még azt gondolom, hogy hozzászokott a, a szerepléshez figyelemhez, az nem annyira izgulós típus. Nem, én egy ö, spárba menet is szétizgulom az anyamat, de minden Tényleg? Nagyon. Na, nem kéne. Ezzel hát lehet, te... dolgozni kéne, hogy kicsit így, nem tudom, ne legyen ennyire introvertált. Hát egy kis embizalom. Típus? Nincsen bizalom. Hát nem nagyon. De nem már, hát tök jól nézel ki. Nem. Dolgoztál érte, megcsináltad magad. Szerintem egészen nyugodtan most már ezt így építkezd, ezt a kis páncélt magad köré, az önbizalom páncélt. Próbálom, csak nem tudom. Ilyen nagyon fura jellemem van, mert a horoszkópom is oroszlán. rosszlán. Tehát az oroszlának van önbizalma, ne viccel. Hát, Ö, az egy, az... azt vettem így magamon észre, hogy egyszer nagyon imádom magam, egyszer enyém a világ, aztán rá egy hónapra eltűnök a világ erő, depressziós vagyok, szóval most pont azt a korszakba vagyok. Aha. De nem tudom, egyszer meg így egy hónapja, hogy meg vagyok bolondulva, hogy nagyon jól nézek ki, meg minden, de nem tudom. Jól nézel ki? <laughs> <laughs> Oké, okay, figyelj, menjünk azért sorjába, aztán, hogy visszatérünk erre a dologra is. Uh, mit gondol az, szerinted az emberek rólad mit gondolnak? Hát őszintén szerintem engem az emberek nagyon elítélnek, meg szerintem ilyen bunkó, kis, gazdag, kis, elkényezettek kislánynak hisznek, de amikor így el is jövök Budapestre, vagy bárhova budizni, aztán így én nagyon nem tudom, ilyen segítőkésznek mondhatom magamat, mert akárhány szó vagyok bulizni, és megláttok bárhol egy lány, múltkor is rosszul volt például egy mosdóba egy lány, egy mondom, jó vagy, segítsek. Aztán másnap rám ír, és nem, hogy jaj, te voltál az virág, annyira cuki, vagy nem is gondoltam volna, hogy ilyen vagy. Szóval szerintem engem nagyon elítélnek egyrészt a családom és apukám miatt, de így, ha megismernek közelebbről, meg önmagamak, akkor fú, én nem is hinném, hogy te úgymond győzik a lánya vagy, mondom. Köszi. Meg hogy emlékszem téged, egy ilyen kis bajkeverőnek állítottak be a tévében, nem? Tehát te voltál rostron csaj, aki, aki ott mindent elrontott, mindent be, belekavart egy két gondolom, és valamennyire rád éget, nem, hogy ez volt a, a kép rólad. Hát szerintem nem is az a bajkeverő csaj, hanem inkább ennek a kis elkényeztetett valaminek, mert így, ahogy így olvasgatom a kommenteket is magamról, nekem nagyon ez jön le hogy meg akárhol így meg is látnak, hogy fúj ízé, meg nem tudom, de nagyon de, ilyen... De volt kényeztetve szerinted? Szerintem igen. Tényleg? Igen. Észre is veszem néha amúgy magam, hogy nagyon ilyen kis... Hogy mondjam, szép szó. Mondtad, hogy csúnyával is. Bunkó vagyok néha, de aztán Aha. így tényleg így leszállok. De ugye ez csak akkor, ha így összejövünk így bandával, így a barátnőimmel, aztán így felpangáljuk egymást, hogy mi kocsikázunk, tesszük magunkat, de aztán így tényleg rájövünk, hogy ez elég csúnya volt. Aha. Értem. de hát még fiatal vagy belefér szerintem a, a, a nagyzolás része a dolognak. Szerintem apukád miatt miért ítélnek el, vagy miért ítélnek meg az emberek? Hát szerintem egyrészt azért is, mert romák vagyunk, de ez szerinted számít ennyit? Hát szerintem nagyon számít, mert ugye én tiktokozok is, aztán kiteszek egyből, hogy te cigány kurva, te cigány, meg nem tudom, hiába, hogy 2022-t írunk meg, női egyenjog, meg stb. szerintem, de ezeket nagyon elítélik még itt, főleg itt Magyarországon. Hát, vagy úgy ítélik el, hogy azért mondják, mert tudják, hogy ezzel egy kicsit bánthatnak téged. Tehát lehet, hogy valójában nem, ítél, nem, ít, nem ítélkeznek, hanem egyszerűen csak oda akarnak egyetbökni, és tudják, hát, hogy ez egy fájó pont szerintem lehet. Szerintem ez is, de nem tudom, így, főleg ott felénk Nógrádban csak cigányok vannak, de nem tudom, hogyha itt eljövök Pestre, az még így gyakés, de így néha azért látom, hogy így, így megszólják, meg így le is nézik az embereket, így a cigányokat. Oké, okay, egyik indoknak ezt mondtad, mi a, mi a többi indok? hogy ezt mondtad, hogy van több is, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy úgy, úgy hát, gondolkozol róla? Nekem azt tűnt így, hogy én most nem is tudom így példát mondani, hogy te a győzike lánya vagy, te megcsinálhatod ezt, te megcsinálhatod azt, neked ennyi-annyi annyi pénzed van, és nem tudom, hogy ez egy elítélése, vagy szerintem úgy igen, mert úgy azt nézik el, hogy én tele vagyok pénzzel, én nagyon ilyen kis luxuslány vagyok, de közben nem is ismerik, hogy amúgy mi van valójában. Meg így nem tudom, hogy szerintem apukámat, de tényleg apukámat egész ország ismeri, ha lehet ezt mondani. Aztán hiába letagadják, hogy őt nem nézték, meg nem, nem az, meg ez meg az csak kicsit izgulok. Ez az első interjú egyébként, ezt az elén elfejttem elmondani, mert már annyira tapasztaltnak tűnsz, hogy ezt nem, nem mondtam, ez az első interjúd valójában, ilyen nagy interjúd, és nem csak te izgult, hanem apukád is izgult nagyon, nagy, hogy mi lesz majd ebből Igen. a beszélgetésből. Telefonon beszéltünk egy csomót egymással, úgyhogy nyugi. Köszönöm. Aztán nem tudom, így nekem így azt jött le, hogy apukának ez a kétfajta ilyen fanja van, vagy nagyon gyűlölik őt, vagy nagyon szeretik. És ez, aki nagyon gyűlöli őt, például így egyszer elvittük őt a párommal ö, fellépni, egy ilyen talensztelinap volt. És ott mindenki szerett őt, aztán volt ott egy ilyen ö, ember. És akkor az így egész végig kint járkált, így magába beszélt, meg morgott, aztán én nem tudom, hogy így, mit gondolnak így néha az emberek magukba, de így nagyon elítélnek szerintem emiatt. De volt, uh olyan élmény is, hogy még beszóltak a pukádnak, mert azt tapasztalom a, a nálam járó vendégekkel, voltak ugye megosztóak közöttük, hogy mindenki azt mondja, hogy oké, okay, kommentben jönnek negatív vélemények, meg beszólások, de hogy élőben senki nem mer, vagy senki nem tesz megjegyzéseket a, a személyére. Hát nekünk volt már elég sok, meg amikor így járunk is így családdal nyaralni, így belföldre, hát én amúgy azt nagyon nem szeretem. Főleg egy fesztiválra, vagy valahova elmenni a családommal, az kész katasztrófa, mert egy győzik egy győzik egy képet, meg néha így vannak, József! meg nem tudom, de én nagyon ilyen undorító beszavolásokat is, meg én alpárian szólnak oda. Uh -huh. de vajon ezt miért engedik meg maguknak? Hát, mert nincs annyi intelligencia bennük. Aha. Letélked azért, mert hogy a apukád elég sok mindent bevállalt a médiában, különböző műsorokat, és lehet, hogy azt gondolják, nem, hogy akkor, akkor így lehet ütni, meg rúgni. Hát, nem tudom már, hogy igaz, hogy bevállalt nagyon sok mindent, de szerintem én egy két éve kezdem így meglátni, azt mióta felnőtt lettem hogy tényleg mi is valójában az, amit apukám úgy csinálnak. Mert mindenki, hogy ez mennyire könnyű munka, hogy ti felkeltek, szerepeltek, de pedig nem. Mert én is azt hittem, aztán mióta van ez a van életünk műsor, minden nap kelünk hatkor, nincs podrász, nincs minkes, nekem megcsinálni, anyukámnak, külön elkészülni, anyukámnak főzni kell, nekünk a stábnak, stb. Aztán egész nap a nyáron a 50 fokba ott állni, újra felmenni, interjúkat csinálni, és akkor már ott vagy, egy este 9 és élni nincs kedvel, aztán tényleg nagyon nehéz meló, és én így nézem őket, meg apukámat, hogy mit le nem tesz a családnak azt arra, hogy megéljünk. Ez tényleg nagyon büszke vagyok rájuk így e szempontból. Ugye te belenőttél a showbizniszbe tulajdonképpen. Van emléked a, a showbiznisz vagy neked már az első emléked, az mondjuk egy forgatási helyzet? Hát ezt nagyon sokszor kérdezték már, de nekem minden... Fenében nem vagyok egyedi, a fenévet. De nem tudom úgy, hogy mi az első emlékem, meg így a kiskoromban nekem az van meg, hogy lakunk, oda járok a vadában, meg nagyon sokat jártam ki falura, Nógrán megyerbe, ahol a unokat még laktak, és fúj, azt nagyon szerettem mindig ott aludni, náluk lenni, ott volt a másik mamám is. Nekem az volt a ilyen legjobb élmények. Meg főleg, mikor meg gyerbe akkor uh, kezdtem az elsőt, az ilyen hat év körül lehettem. Akkor is nagyon jó volt, mert egymás mellett laknunk, de még most is, csak most van ott egy fal. Sajnos. <laughs> egy elválasztó fal. Igen, mindig így átjártam. Mamám a másik házba, így egymás mellett lakott mindenki. Ez nagyon jó volt ott lenni. Mennyire voltak egyébként mások a szüleid a kamera előtt, meg a kamerán kívül veled? Hú. Hát amúgy igazából én szerintem nem voltak mások, csak hogyha rosszat csináltam, <laughs> akkor adtak nekem így kamera kívül. Jó, ja, most ne bonyoluljunk bele <laughs> ebbe be, be, be a történetbe. Akkor ö, nagyjából az volt, amit a, amit a tévénéző is ilyen, látott valójában. Olyan igen, mert falc, az az, az, sokszor az, az a vád éri a, a győzikesó produkciót, hogy egy csomó minden meg volt benne játszva, és nyilván volt benne konstruált rész, ezt én is tudom, ezt nem kelleket kimondanod, mert én is tudom, mert ugye dolgoztunk a, a szüleiddel, de hogy, de hogy ők valójában ilyenek, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen típusú emberek ilyen habitussal rendelkeznek. És hogy, és hogy akkor ez, ez, ez nekem sem volt tévedés, tehát én is jól láttam, hogy valójában ez a megjátszás ez ez a, a személyeket illetően nem nagyon e, jön létre, inkább csak a helyzeteket konstruálták meg. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a valószá, való valóság, szerintem ez egy ilyen 50-50. Mert nagyon sok minden így elő van írva, azt próbáljuk így követni, de volt ez a van életünk a karácsonyi kérdés. Hát én, én, ott síró görcsöt kaptam, mert ott nem is volt semmi megjátszva. Apukám meg a páromra ráesett a karácsonyfa felé, jöttek a bátyú, meg a kutya odaszárt. Szóval ott tényleg volt minden. Szóval azt nem is kellett megjátszani, mert az tényleg jött magától az egész karácsony. Katasztrófa karácsony. Mi? Hát, ez, ez az tényleg az volt. Az egész. Oké, uh... Arra emlékszel-e, hogy mikor azonos, ö, tudatosult benned először azért a családod ismert? Tehát, hogy mi volt az első olyan élmény, amikor még felismertek az utcán, vagy, vagy nem tudom, beszólt valaki, vagy, vagy ilyesmi? Ez lehet kicsit csúnya lesz, és most ha ezt nézi, hogy meg fog rám haragudni. De mikor elsőbe mentem, ez bennem maradt, meg mondta nemrég anyukám is, hogy úgy mondtam nekik, hogy engem neki sérjenek be a suliba, hogy ne hogy meglassák, hogy ők a szüleim. Jézus. meg <laughs> akkor is amúgy szerintem bennem volt az, hogy a cigányság, meg ezek, de ez egy kicsit csúnya volt tőlem <laughs> De várj, a, a, cigányság, ez ennyire rányomja a bélyegét a mindennapjaidra, vagy ezt így érzed erőteljesen? El Ugye már sokat jön fel a beszélgetés folyamán, Hát igen, amúgy engem megbélyegez, de én úgy vagyok vele, hogy annyira nem érdekel, meg büszke is vagyok rá, hogy én az lehetek. Tehát akkor nincs olyan benned, hogy még könnyebb lenne az élet, hogyha, hát hogyha hát más születél Én szeretek jól. az lenni, szeretem a kultúrát, szeretem a zenét. Akkor most hiába, hogy úgy ezt kell hogy mondanom, de nagyon sok úgymond magyar, nagyon ezt a zenét, a cigányokat, meg hogy én cigány bulit akarnak, és hiába, hogy lenézik, de azt akarják, ami nekünk van ezért családkozom, mert ezt Igen. úgy látom a Instán, hogy élet. Tehát, hogy te jársz bulikba, csomó esküvő van például, Igen. csomó születésnapi buli, és azok azért elég, elég fényízőek azok a bulik, és látom, hogy te azt így éled, meg szívesen néz. Szépnek csinálod magad, szép a felöltözöl, és akkor megy, megy, megy a buli része a, a dolognak. Úgyhogy ezért találkozom, hogy ezt újra és újra felhozod ebben a beszélgetésben. Nem tudom, ez így amúgy fura furán nekem, mint mostanában, hogy folytani egy kommentben, meg videóban, meg fajta, hogyha live azok itt, TikTokon egyből írják, hogy ha jönnek a amikor a live azok, itt cigányok, meg ének, azt akkor egy úgy vagyok, hogy most ez muszáj, amúgy. De neked a korosztályodnál ez általános, tehát hogy a korosztályodban egy cigánylányok szintén küzdenek ezzel a fajta ilyen beszólásokkal, vagy ezt te kapod meg kifejezetten? Szerintem amúgy ez általános, mert így körül gondolva csak úgymond roma barátaim vannak, de szerintem amúgy ez általános. Főleg ott Nógrádban nem tudom, annyira fura egy helyzet van ott. Oké, okay. tehát hogy kérted, hogy ne menjenek be veled elsőben az osztályba. Bementek egyébként? Vagy gondolta meg? gondoltam, igen. hogy nem hagyják magukat azért egyre a gyerektek leteremteni. Mi volt a, a diák meg a tanárok reakciója? Azért kérdezem, hogy evelén, amikor mesél erről az időszakról, a saját időszakáról, akkor azért gyakran felmerül az, hogy őt eléggé bántották. Fú, én az általános nagyon-nagyon imádtam. Szerintem hogy az volt életem egyik legjobb korszakja. Egyrészt azért, mert odajártak jártak az összes unokatesom, akik ott laktak Nógrán megy is. Egy egész is. osztályt megtöltöttetek akkor. Hát ők felettem is jártak, ha. meg volt unokatesom, is, aztán így első nap bementem, leültem egy lány, mert mondom, szia! Aztán így, tényleg én nagyon kijöttem, meg én nagyon ilyen barátkozós típus vagyok, nyitott. Én tényleg, hogy hál' is megyek egy random lányokkal is el tudok így iszogatni, vagy bármi, én nem tudom, nagyon szerettem a tanáraimat, meg imádtam, főleg Kati nénit, nem tudom, hogy mindig így mellettem volt, meg nagyon jó volt. Csak egyet utáltam a tesit. Ismerős. A tesi tanárokkal sose jöttem ki. Még egy csomószor nem vittem el az edd, a testi cuccomat. Én is minden kifogást találtam. Kompleten kettes voltam testnevelésből. Én is. Ezt, ezt sikerült összehoznom a dologban. Szóval akkor a, a közösség tökről elfogadott tanárok. Igen, ők is. Aha. Meg a felsős osztályfőnököm is, ez pont fura volt, mert anyukámnak is osztályfőnöke volt, mikor ő járt általánosba, szóval hogy ismert minket, de nagyon szerettem. És az általános után a középiskola az már nem volt ennyire uh, uh, idilli, vagy, vagy meg direkt mondhatod, hogy az általános nagyon szeretted? Hát a középiskola? Uh, nekem a középiskola az tényleg olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, egy filmekben, az tényleg az ilyen, hogy megtalálom önmagam, voltam itt is, voltam ott is, én elkezdtem Sargó egy gimnáziumot, ott voltam két évig, aztán én nem tudom, de szerintem szó szerint megbolondultam, mert ott nagyon szerettem lenni, jó volt társaság, én mondom, sulit váltok nem tudom, ez volt ez a depressziós korszak, én is váltok. De a depressziós korszak az a beszólások miatt jött, vagy mi miatt? Nem, jött? én nem tudom, ez az ilyen átkattant az Ez a, a kettő személyiség. Azért nem hiszem, hogy van. Hát szerintem is, nem tudom. Egyszerűen nagyon jó kedvem van, aztán meg hozzám nem lehet szólni. De ilyen szeszélyesség, vagy mi ez? Nagyon, azt vagyok, sajnos. A dolgozol rajta? Próbál. Nem volt meggyőződni arra, hogy... <laughs> Oké. Okay. Szóval, hogy akkor a sulit váltottál. Igen. Valamiféle a... ismeretelindokból, indokból, <laughs> mert maga hogy ez miért De, hogy történt. Az a suli is nagyon jó volt, aztán talán ott voltam egy évet, csak bejött a Covid. Aztán meg átmentem estire, mert megbuktam, mert én nem tudtam, hogy így Covid alatt be reggel jelentkezni, meg ott kell lenni, pedig beadtam mindent, megcsináltam, csak megbuktam. <laughs> Aha. Aztán átmentem estire, ott meg úgy voltam, hogy életem legrosszabb szakasza, elrontottam az egész életem, mondom belőlem, sose lesz semmi. Aztán szóval most leraktam az égrettségét, így kicsit próbáltam így a osztályközösségbe is így beszélgetni, meg így idősebb osztálytársaim de tényleg velük is nagyon jól kijöttem, meg segítettek nekem sokat. Aztán elvégeztem most a sulit, jelentkeztem egyetemre is, de mégis tudom tényleg, hogy mi lesz velem a jövőbe. De merre szeretnél menni? Hát az a A a pszichológia de beadtam a textiltervezésre is a jelentkezésemet. Szóval, ha nem lesz az egyetem, akkor gondolkodtam ok vagy még a TV2 Akadémián, Aha. vagy valami munka. Még azt is gondolkodtam, hogy itt kéne hagyni mindent, elmenni London, és ott dolgozni. És mit csinálnál Londonban? Nem Csak azt mondtam, hogy mosogatnál, megjövlek. Nem, amúgy néztem ilyen hotelmarketing, meg ilyen éttermeket már, nem tudom, szerintem nem tudják rólam sokan, de én nagyon szeretek, és szeretek főzni, meg hát tudok is, ha ezt mondhatom. De de szerintem én örököltem a Evelyn, meg én közül az, hogy én örököltem anyától ezt. Hát a király van főzős verseny. Hát ö, szerintem úgy elég jól főz. <laughs> Jó, ez egy jelzés volt, ha valaki <laughs> szeretne, akkor virág kész egy főzős versenyre. Igen. <laughs> És anyukám is, meg a párom is mindig azt mondja, hogy minek akarsz te iskolát, minek akarsz neked egy szakásnak kell lenned, de hiába virág, meg minden, aztán én nem tudom, hogy tényleg az lenne nekem a jó. Hát, hogyha más vonz, akkor nem, akkor az, ami vonz. De figyelj, a textil baj. tervező mit csinál? Divattervező, hát ruhákat tervez. Azt magát a textil fest, tehát hogy van egy fehér textil, és akkor azt, azt annak a mintázatát tervezi meg. Hát nem egészen. Van egy papír, megtervezel például egy kollekciót, aztán az a textil tervezés, hogy és szerintem ez, nem tudom, hogy nem vagyok benne annyira pontosan biztos, mert nekem most a felvételükbe projektmunkát kellett beadni, és az ez volt. Aztán vannak olyan tervezők, akik csak rajzolnak, nem vannak, és én vanni annyira nem szeretek. Nem is tudok nagyon. Tehát még azt lehet gyakorolni, megfejleszteni. Hát igen. A... Tehát a divatvilága az érdekelne? Az nagyon. Lenne saját kollekció, meg ilyesmi? Egyik kiskorom óta nagyon szeretem a divatot, nagyon szeretek sminkelni, hát nem is tudom, szerintem ilyen hat éves korom óta sminkelek, ha gáz. Nagyon szeretek vásárolni azt színeket, ez nagyon érdekel amúgy. Csak úgy vagyok vele, hogy itt van egy-két influencer, nem akarok neveket mondani, hogy meg lett a bizonyos követőjük, aztán nekik már van egy kollekciójuk a Mond És így gondolkozok, mondom ehhez. Ki kell járni hat évet aztán mondom van nevem is mondom, akkor minek tanuljak. Csak nem tudom. Hát azért jó, hogy az embernek van hozzá képesítése, hát, és nem pedig mondjuk összelopkodja a külföldi divatoldalakról a, hát, a kollekcióját, és lemásolja, mert az és van példa. A magyar influencerek között. Nem mondok késő neveket. De hogy jobb, hogy az ember szerintem valamennyire ebbe így belássa magát, hogyha ezzel akar foglalkozni, mert az a. Az a igazi, meg az az erőteljes. És Tengyel nem, nem úgy mondom, hogy ilyen nagyon tanulás, tanulás, tanulás vonalon mozgok, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy jó, hogy az embernek van hozzá egy alapképesítése az a, a, ahhoz, amivel foglalkozik. Tegem is nagyon érdekel, főleg a varrás része, meg hogy kell összerakni a ruhákat, meg a anyagokat. De nem tudom én se, hogy mi lesz velem a jövőbe. Ez majd még júliusban dől el. Szóval egy kicsit szukra. távol a pszichológia sziológia miért érdekelne? Hát a sziológia az engem azért érdekel, és érdekelt, ezt nem tudom, hogy mondjam, ezre majd rá fogok térni, mert engem ez így pár éve nagyon megfogott, mert észreveszem magamon is, és így a korosztályomon is, hogy mióta ez a gimnázium van, ugye, most hagász, hanem iszunk a korosztályommal, van ez a cigi, meg ilyenek, és nem tudom, így néha észreveszem így a barátnő barátnőim is, hogy ez a depresszió, és nem tudom, így Elkezdtem gondolkodni, hogy ez itt tényleg átfordult eléggé ilyen ö, komolyabb dologba, mert vannak, akik úgymond vágdosság magukat, meg ilyenek, és nem tudom, engem ez így nagyon megfogott ez a téma, meg így minden. Nem tudom, mert mi nálunk is piáltak a fiatalok, én nem, soha. Én én meg, szeretem. meg cigiztek, és nem tudom. Annyi depresszió szerintem nem volt a mikorosztályunkban. Szerintem egyébként a ti korosztályokban pont egyébként a social media, meg ez a kirakatvilág az, hát ami ö, picit az embereket eltéríti. Észrevettem én, én is ilyen mikorosztályunk, főleg a 18, ez így nagyon ilyen elbaszott, már bocsánat. Mert itt van ez a COVID is, itt van a háború, meg minden, aztán még így. Uh, nem akarok így személyeskedni, de párkapcsolatot a mai fiatalságba, hát nem tudom. Itt vannak így körülöttem lévő fiúk, de vagy meleg, vagy drogos, vagy ilyen, el van magának, azt, azt se tudja, hogy hol van. Hova akarsz kiukadni erre a barátod? Hát, itt van a. Pont az, hogy ő nagyon a ellentétje, de nem ha. tudom így mások helyzetében belegondolni. Nem tudom, hogy olyan nehéz ez a mai világ, és hiába mondják így anyukámék is, meg anyukámnak a barátnő, hogy nektek még drágám nagyon könnyű, nincs semmi gond, csak vagytok. Ja, tényleg, csak vagyunk. De annyi is minden van, meg annyi minden így ránk terhelődik, főleg, ahogy így kezdek felnőni, hogy én, én nagyon, nagyon félek a jövőtől. Nem, mert egy kicsit búrokban éltél, és hogy eddig ezt nem láttad? Hát lehet az is, csak most, hogy így anyukám még is kint vannak az Ázsiában, meg így van Pesten is lakásom is, hogy így többet vagyok egyedül. Hát ez nagyon nehéz nekem eddig. Nehéz egyedül lenni egyébként? Hát nagyon nem szeretek egyedül lenni, de így külön lakni az jó, ha így külön megyünk a párommal, meg így főzni most, jó, egyedül. Igen, nagyon megölne az unalom. Ez a főzés, mosás, háztartásvezetés ez neked része az életednek? Legalábbis te ezt magadénak érzed? Mert, mert azt látom egyébként, hogy nagyon korán összejöttetek és együtt vagytok már egy jó ideje már itt a szüleid már forszírozzák az eljegyzést meg, meg, a, meg a közös életet, meg hogy forszírozzák, hogy házasságig nincsen szex meg ilyesmi a, a műsorban és és azt gondolom róla, és kitekint, és azt gondolom rólat hogy, hogy, hogy így látszatra, amennyit így láttam ebből, hogy te egyébként valamennyire hajlasz e felé a tradicionális élet felé. De közben de közbe, de közbe azt vágod, adjuk át egy fejéhez, hogy te egy modern cigánylány vagy. Uh, hát, hol is kezdjem? Hát nagyon hamar úgymond nem jöttünk. Azt szerintem 17, ez mondom ilyen közepes meg felel meg, vagy nem is tudom. Hát lehet, hogy a ti korosztályotoknál már hát, igen. <laughs> igen, mert ha most nem akarok így személyeskedni, de a mai világban ilyen 12-14 éves lányoknak már kapcsolatuk van, és ez nekem kicsit furra, mert amikor én voltam annyi idős, és még nem is vagyok öreg, és ez fura nekem. De visszatérve, hát összejöttünk. De várjál, hogy leragadtam egy picit, van voltam ezen, hogy 12-14 évesen korosztályukkal, vagy sokkal idősebb fiúkkal? Hát korosztályukkal is, meg szerintem idősebbekkel is. Mert úgy nem tudom, csak így interneten látom, meg ami ott van, így közelünkbe, de így nem is akarok itt senkit megsérteni, meg semmi. De van erre is példa. Igen. Oké. Okay. Szóval 17 évesen jöttetek össze, ez akkor most két éve tart? Két és fél. Két és fél. Szerintem egyébként ez ritkaság, már, tehát ez már ritkaságnak számít szerintem, hogy 17 évesen összejön egy pár és két és fél év múlva még együtt vannak, mert pont pont az időszak, amikor a hormonok hát, amúgy tombolnak, igen. az ember ez menne, bulizna, ismerkedne, ő... igen. hódítana, skalpokat gyűjtene. Ez nekem is fura volt, hogy nekem kapcsolatom van, mert én úgy voltam, hogy akkor még ducib voltam, meg nem is tudom én, amikor elismertem ilyen barátnőmmel bulizni, és sose tetszett senki, mert nem is voltam, de mondom biztos lesz nekem is ilyen <laughs> kis kalandok, de nem volt semmi. Nem tudom, mi amúgy, hogy nem tudom amúgy, hogy a férfiak vagy fiúk félnek -e tőlem, de így elmentem bulizni, barátnőm ezzel csókolózok, én így állok a pultnál, az jó, aztán így vagyok magamnak, azt így voltam. Aztán Krisztiánnal uh, így összeismerkedtünk, ugyanígy egy buliba. Aztán egyszer uh, tettem, és bejelöltem őt. Azt hiszem, és végre csókolózott veled valaki a Nem. Aztán ő rám írt, és így kezdődött el köztünk ez a kis kapcsolat. De én úgy gondolom, hogy még én is, és ő is fiatalok vagyunk a jegyzéssel kapcsolatban. De várj, ezt neki kell eldöntenie, hogy elhatároznia tudod, hát. velük, neki kell a téged valójában. Hát amúgy igen, de én úgy vagyok vele, hogy már együtt vagyunk egy ideje, Úgymond gyűrű, az szerintem még egy év, másfél év, és remélem, hogy kapok. De még így a laxit azt nem szeretném. Hát még az nagy buli lenne, az biztos. Hát az, de szerintem még az hogy ilyen három-négy év kellene, hogy így összeszedjem fejbe, meg hogy oda eljussak, hogy én tényleg férhez menjek. Én a ja, gyerekvállalás te gondolkozol? Egyáltalán, vagy. vagy? Köszönöm, de nem. Vagy egyáltalán, vagy csak most nem. Hát én úgy vagyok fele, hogy nem nagyon szeretem a gyerekeket. Aztán így, majd, ha jönnie kell, de nem akarok ilyen 30 után szeretnék tényleg élni, szeretnék felépíteni magam, szeretnék dolgozni, aztán majd utána, mert most úgy, hogy két év múlva szülök, aztán ennyi volt a életem. Ezeket egyre többen látják be, hogy nekik nem való a gyereknőként, hát, tehát hogy, hogy nem, nem, nem hódolnak e, be az elvárásoknak. Szeretnék de. majd a későbbiekben, ilyen 30 után, csak reméljük nem lesz késő. De én még nem érzem magamat úgy, mert még én is gyerek vagyok. Elég ez az egy kutya. Néha amúgy így otthon hagyom, aztán a gyereket nem lehetne. Meg néha jönnek nekünk ilyen random ötletek, szombat este kor hogy mi most felmegyünk Pestre bullizni, aztán a gyerek mellett ugye nem lehetne. Szóval mi még élünk, és ez nem jön össze. De hogyan reagálsz arra, amikor a, amikor az apukát pusolja? Eljegyzés, gyerek, minél előbb, ide menjél, oda menjél, mi a reakció hát erre? én már nem tudok semmit mondani, mert múlt is, nem nem már kb. egy fél évvel mentünk az egyik családbarádunkhoz, de ő ott Szó szerint leadta a napi rendet, hogy reggel, nyolctól, este hatig, hogy lesz a lagzik. Kik lesznek a vendégek milyen ruhában leszünk. Mi lesz a vacsora, stb. hol lesz, én meg uh -huh. persze, igen. Jó. Szerintem szóval ezt így ráhagyom. Még a párkapcsolathoz egy kicsit visszatérve a gyerekkoroddal összhangba hozva azért ugye a műsorban elég sok volt a veszekedés, meg a hangos szó. Ez rád hogyan hatott a, a felnőtt korodra? Tehát, hogy te is egy ilyen ö, határozott veszekedős, a párat típus vagy? Hát ez amúgy mostanában szokott kijönni, hogy Krisztián mindig rám szól, hogy milyen hangos vagyok, meg még ilyen bálok, még hangoskodok. De igen, én is hangos embernek mondom magamat, és veszekedősnek. Nagyon szeretek kötekedni is. <síthat> Még ezt kíváncsi hogy, hogy, azért alakult ki, mert ebben nőttél fel, vagy azért alakult ki, mert egyébként is ilyen habitusod lenne. Szerintem ilyen habitusom van nagyon. Főleg, nem tudom, így otthon is vagyok a szüleimmel, csak van egy random milyen vagyok otthon, elkezdek velük kötekedni, hogy a de rossz ez, fú de ki minden, fú, de virág, de addig csinálom, még nagy balhé nincs. Aha. De, de miért? Nem tudom, olyan jó érzés. De ez nem ilyen figyelem középpontban lenni? Lehet. Tehát, tehát, hogy azért provokálod, mert hogy akkor így mindenki rád figyeljen, és akkor itt nem tudom törzsolni a kis tenyeredet? Hát lehet, amúgy nagyon szeretek épp középpontban, és nem nagyon szeretek, hanem imádok. Tényleg? Igen. Főleg, hogy kettőséget érzek benned, mert néha hát igen, azt mondod, én is hogy szereted magamba. a középpontot, és néha meg azt mondod, hogy, hogy inkább elbújnál a világ elő. Hát uh, amúgy úgy a családi légkörben, meg így a barátok között nagyon szeretek, de így ha a külvilágnak amúgy nem is tudom, nem merem önmagamat adni, inkább ezt mondom. Mm. De milyen a valódi virág? Hát, félek amúgy, hogy elutasítanak, meg nem tudom, én nem merek úgy Instagramra, se így TikTokra, se olyanokat kiratni, ami tényleg én vagyok, hanem inkább csak berakom Close friends meg a privát kis kis mappákba. De mi, de most teszem, azt félsz, hogy kiszivárog a sajtóba az a kép, vagy felhasználják, ö, vagy, vagy nem mi nem olyanokról beszélek, hanem pölői Close friends én nagyon-nagyon sok hülyeségek rakok be, nem is tudom hogy viselik el a barátaim. Mert nem tudom, így kirakok ilyen random kis kocsikázós videókat, meg ilyen kis logokat, hogy sziasztok a mai videóban. Meg így nem tudom, és nem tudom, hogy amúgy erre mit szólnának az emberek, hogy lenéznének el, vagy hogy, hogy reagálnának, mert szerintem így a baráti körbe, ha ezt mondhatom magamról, szerintem egy elég ilyen vicces típus vagyok, főleg ilyen balontos, hogy aki benne van minden hülyeségben, vagy aki a hülyeségét generálja, és nem tudom, hogy erre hogy mit szólnának az emberek, mert én azt látom így a világ uh, médiában, meg ezért nem is posztolok, mert hogy nem önmagukat adják. Például tesóm is, de nem akarok így nagyon róla beszélni, mert nem akarom itt megsérteni, meg így nagyon sok mindenki kirakja, hogy jaj, köszönöm szépen, szponzoráltatom, köszönöm a ruhát, ilyen olyan csodás napom van, ilyen tökéletes vagyok, ez a tökéletes életem van, és amúgy Közben meg nem. Meg nekem is volt egy-két együttműködésem, de én csak tényleg azokkal vállalom le el a együttműködést, akit szeretek, meg akit használ is. És nem akarok olyat kirakni, ami kamu. Uh -huh. Szerintem, hogyha kiraksz olyan videókat, amik szórakoztatóak, akkor az emberek díjazzák egyébként. Hát, TikTokon van egy-kettő, de azt is abba hagytam. Most egy ideig, mert nem volt telefonom, de most újra nyáron beszeretnék rombanni. Mondtad ezt a hogy Szeret, szereted az autóból csinálni a képet, meg a csajok hogyha elmentek, akkor azért megmutatjátok magatokat kikerázva. Nem félsz egyébként attól, hogy, hogy ez mondjuk úgy hat a követőkre, hogy bennük kisebbségi komplexust okoz, hogy nekik nincs ennyi, nekik nincs, nincs ilyen lehetőség. De, és ezt nem is szoktam kirakni. Inkább csak a close friends -be. Meg ez nagyon néha van, hogy kikerázom magunkat, mert én csak akkor is minkelem magamat, hogyha jövök ilyen helyre, vagy buliba megyek. Én minden nap, hogyha jövök Pestre is vásárolni, vagy otthon vagyok, én sose vagyok sminkbe. És nem tudom, ezért is írják a kommentekből, hogy ön nem olyan igaziból, meg ilyenek, de én nagyon nem szeretem magamat sminkelni. Aztán csak akkor szoktam ilyen képeket kirakni, hogy jól néznek ki, vagy bandázok, hogyha tényleg megyünk valahova bulizni. Meg kell kezdeni egy ilyen antinistát csinálni, tudod, hogy, hogy kirak, kirakni egy olyan képet, ami szétfész a teljesen másodat, és a itt a valóság. Hát igen, amúgy. Nem is tudom ezeket a fészapokat, mert letöltöttem én is, nem hazudok, de nem tudom használni. Tényleg? Mm, ja, azért, azért nem. nem jó. Azért nem, de egyébként szerintem ezekkel nincs akkor baj, hogyha az ember nem arra használja az arcát, átalakítsa teljesen, amíg a fényeket valahogy így átrendezi az arcát. Én is ez. valami a Insta filtereket használom. Ez Nyilván az ember beszeretni, hogyha a képen jól néznek, hát kirak, nem? Tehát ez alap, csak hogy ne torzítsa el magát, meg ne csinálj magát. hogy néha nem is rakok ki képet, mert nem tudom, megnézem, mindenki jön, hogy jaj, de szép vagy. Nem, 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 rakom ki. Nem tetszik. Nem a igazi. Nem tudom, de te, tényleg félsz attól, hogy téged, nem tudom, megítélnek. Hát igen az emberek. De hogy ez, de hogy ez tényleg egy a, 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 múltból fakad, hogy, hogy akkor megítéltek a, a műsor miatt? Vagy, vagy mi, 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 miatt van ez a tartásban, ez az ellenkezés a, az ön megvalósítás e, Nem tudom, amúgy ezt én is, hogy a múltból jön, -e, vagy nem. De nem tudom, mióta így tínédzser vagyok, én azt kell, hogy mondjam, én nem tudom, hogy nagyon félek így a kővilágtól, meg a világtól, mert annyi minden van, főleg mióta ez a telefon bejött, ez a TikTok, meg minden, hogy mindenki annyira tökéletes, és szerintem így a velem egykorú lányok, akik nem is influencerek, mindenki influencer akar lenni, mindenki ilyen vékony akar lenni, és nem tudom, mindenki ez a kényszer megfelelet van. És nem tudom, főleg, hogy így ilyen fiatalon ezt meg azt csinál, nem tudom, én se tényleg. Neked egyébként a fogyás az egy ilyen kardinális kérdés volt az életedben, hogy te lefogy, azt hiszem, 20 kilót fogytál, vagy valami ilyesmi Többet. számot olvastam. Többet. Hát én mióta élek dagat vagy. Aztán én mindig így küzdöttem a kilókkal. Amikor nyolcadikos voltam, akkor le is fogytam. Aztán jött a gimnázium, ott nagyon megviselődtem, mert mindig aludtam, fáradt voltam, ettem. Aztán megint visszahíztam, aztán most megint lefogytam számos szerintem megint egy kicsit híztam, de most megint ott vagyok, hogy lefogyjak. de, Akkor jó effektus, ez közel játszik az életedbe. De ez a kiló, meg ez a fogyókúra, ez mindig ilyen mumus volt az életemben, de egy idő úgy vagyok valahogy, nem érdekel. Elengedtem. Ugye a fogyás, meg, meg, külső, csinosan öltözöl, tehát hogy úgy tűnik, hogy így elégedett vagy magaddal, de hogy azt olvastam rólad, hogy ez nem teljesen igaz. Hát én kiskorom óta az nagyon meg szeretném műtetni, de nem csak én, hanem unokatásom, mert nekünk ez egy ilyen fogadalom, hogy nekünk ez meg lesz csinálva, mert azt a igazi tipikus gáspárolt örököltük, de én voltam is a Kárász Tamásnál, ö, konzultáción, és ö, szeretném még a bennemet is, mert nem tudom, oké, és hogy folytam még mindent, de úgy vagyok vele, hogy nő vagyok, és ha vezek fel a bikit, akkor legyen ma. Nem mert ö, annyira rossz, hogy felveszek bármit, és nem tudok felvenni egy normális ilyen toppot, mert nincsen, és meg szeretném csináltatni mindkettőt. De hogy gondolom az egyiket sem ilyen nagyon szélsőségesre, tehát nem akarsz hatalmas nagy uh, Nem, én csak akarok, hogy Lehet, hogy mondjam, az legyen neki, valami. Hogy, hogyha ilyen Pamela Anderson méretlen, az azért gondolom nem az a, nem az Cs a célod. Csak akarok, hogyha bemegyek a ilyen fehérnemű boltba, hogy ne az legyen, hogy csak sportmárcárcot bírjak menni, hanem adjanak valamit. Aha. És, az or <laughs> or és az orrodnál mi a, mi a terv, hogy hát itt vele? Nekem amúgy a formája, az tetszik meg szép, csak hogy itt nagyon olyan, mint egy krumpli. És ezt szeretném így összeszűkítetni. Ilyen kis pékonyra és a Tehát akkor mind a kettő valójában ilyen önbizalom szempontjából ilyen. fontos neked, tehát hogy nem, nem arra bízod az embert, Mert hogy szabadság magát ez teljesen. Nem lenni, csak így ö, ott volt a nöketesem, és neki is ilyen kis deszka mellett, ő is csak csinált egy ilyen kis picit, neki is jó, úgy, szóval semmilyen mű dolgokat annyira, csak tényleg annyira, hogy o, írják a, bikinibe csak lenni. Volt, a csak ott az Insta világban, nem tudom, a szilikon felék, ilyen, és nem az az tudom, mi vannak ezek a divatok. nem hatnak meg. Volt-e valamiféle traumatikus élmény a forgatások alatt. Gondolok itt például Buksi halálára. Nem tudom, amikor te mennyi idős voltál. Egyetlen emlékszel erre a történetre? Ö, rá, de annyira én azt a kutyát amúgy nem szeretem. Nem tudom, mert mindig, amikor lát, lehet látni, hogy és a gyűzik, és mindig, amikor kint is a kárbe, mindig jött oda, meg megharapott, meg ilyenek, szóval úgy rossz volt, meg minden, csak annyira amúgy annyira nem emlékszek. De egy más élmény, ami így berögződött vagy beégett? Mm, nekem nem voltam úgy. Én szerettem mindig mm. az épp pontban lenni. Hát ezt élvezted? Mm -hmm. Jó is egyébként, hogy, hogy élvezted és nem is hatott rá tulajdonképpen a, a közvetlen környezetben, tehát hogy azt mondod, hogy Solibá nem piszkáltak mm, miatt. Nem, nekem, ebből hála istennek, amúgy le is kopogom. Nekem... Úgy, hiába ezt mondom, nekem nagyon jó életem voltam úgy eddig. Én nagyon szeretek élni, és meg tényleg én ezt köszönhetem apukámnak, anyukámnak, és tényleg hálás vagyok nekik ezért. Ennyire fura, hogy a Evelyn -e ugyanonnan jöttetek, és hogy tök más, hogy meg ezt, ezt az, <laughs> az <laughs> eseményt. Nyilván a kortülönbség miatt is, tehát <laughs> ugye, ő, idősebb volt egy kicsit nálad, amikor az az egész történt. Én nem tudom, én így azt veszem észre, hogy Evelyn kicsit ilyen antiszociánk, és feketeesség, én meg nem tudom, ez a kis pozitív, mindig vidám, mindig menne, ez a igazi ilyen kis pattogó labda vagyok, hogy sose lehet lelőni. Néha meg nem, ahogy mondod. Hát néha igen, meg de ez tényleg csak nagyon néha van. Uh -huh. uh, mi, milyen viszonyban vagytok egymással? Mert a műsorban voltak viták meg veszekedések. Nem? Na hát uh, most amúgy nagyon furam, mert hogy én is így nagyobb lettem, Kicsit eltávolodtunk egymástól, de amúgy úgy jól meg vagyunk, neki is lett párja. Ő is kevesebbet van velünk otthon, meg ők úgymond el is költöztek, szóval csak én vagyok otthon, egy darabig még. De meg vagyunk minden jó. Szerintem, te is kirepülsz, apokát pedig ott fog sírni a sarokba. Majd a nekik a lány kiskutyát. <síthat> Azt nem a kiskutyát nekik vid magaddal. <síthat> <síthat> Oké, okay. milyen volt éppként újra forgatni a live TV-ben, ugye ott most a van életünkkel te is előtérbe kerültél, meg a párod. Nem volt ez fura? Hát én ezt kicsit amúgy nem akartam, meg nekem fura is volt, meg úgy voltam, hogy nem tudom, nekem ezek a dolgok, amit ott csinált, meg művelt, akkor nekem kicsit lejáratos volt, és ezt meg is mondtam ott, a forgattunk, hogy hagy, nekem ez annyira nem. Ez nem én vagyok. Uh -huh. Szóval ez annyira meg volt a forgatás, de ez nem én voltam, annyira nem jött át. Ezt a lejáratást azt nem tudtál elengedni? Mert hogy igazándiból ez amit csinál az ember, az saját magát jellemzi rád, rád hát, tulajdonképpen nincsen hatással. Maximum hát annyi, hogy tudják, hogy ez a el, de hát te Volt egy volt Voltak így beleírva a forgatókönyvben, amit én mondtam, hogy én ezt nem fogom megcsinálni. Vagy egy olyan volt, hogy amikor ott volt, hogy Krisztián vezeti a ferrari hogy én játszom el, hogy mennyire akarok menni a kacsába, de mondom, nincs jogsim. De akkor is milyen jó, hogy mondom, nem. De már hála Istennek azóta van jogsim. Azt tudom, hogy a, vannak ilyen konstruált részek, de például volt egy olyan rész, ahol arról volt szó, hogy te nagyon féltékeny típus vagy. Hát, amúgy az is egy-két részen volt játszott, de amúgy féltékeny vagyok, de azért nem annyira. Tehát akkor nem, nem nézed a telefonját, még nem kezdesz hát, el kutatni. Néha nézzük egymásét, de azért annyira betegesen nem, szerintem úgy tűnt, hogy te így uh, egy film is féltékeny tudsz lenni, oh! akire azt mondja a párat, hogy jól néz ki, és akkor egész nap azzal csesztetet, hát, hogy én akkor mondom menj azt mondom hozzá. neki, de néha úgy veszi fel, mintha komolyan mondanám, de én így szeretek, ez is kötekedés, meg így viccelgetni fel vele, hogy nézd már, de jó néz ki. De én áll, nevetem, ő meg. Mondom, én ezt viccelően mondtam. Én a vele nem lehet kötekedni. Akkor ő, ő, ő az mi? lepattansz Igen, róla sajnos. a kötekedésre, nem ugrik rá. Sajnos. Re. Sajnos azt mondja. Milyen szép élet lenne, hogy ott kötekednétek egész nap egymásra, megvitatkoznátok egymással. Azt mondod, hogy, hogy, fontos neked, hogy, hogy ne járastanak le. Mennyire fontos mások véleménye? Mennyire adsz ezekre a véleményekre, hogyha mondjuk jön egy komment, ami, ami akár negatív, akár pozitív, az rád hat, vagy pedig tudod kizárni az életedből? Régenben nagyon adtam rá ezekre, meg ö, nagyon rossz is volt a kommentek miatt, de most arra mondhatom azt szerintem, hogy szerintem már elengedtem ezeket. Meg annyira már nem érdekelnek, mert tényleg ebből Krisztián térített észre, hogy most ezek miatt ne szomorkodjak más véleménye szerint, hogy inkább tényleg ez semmi és úgy vagyok vele, jó, van, írja oda, kit érdekel ő szegénysége, ő neki volt erre ideje. Szóval nem tudok vele mit csinálni. Akkor Krisztián sok minden lepatta, nem csak a te en, igen, <laughs> Tényleg jó, hogy így van az életem, mert én tényleg sok minden az így észre térített, ha mondhatom ezt. Mert én nagyon ilyen naív vagyok szerintem. De most arra, ugye az évek során Ö, nagyon sok mindenki kihasznált, így apukám miatt, hogy jaj, győzik a ja, jaj, izé. aztán mostanra olyan vagyok, hogy nem bízok senkiben. De hogy használtak ki? Hát ö, sokan voltak így suliba, hogy csak azért barátkoztak velem, utána meg két színűs köttek, meg ilyenek, és bennem, bennem van ez a cigány. De, várj, de így, mi volt nekik a, a, jó abban, hogyha barátkoznak hát, az győzik elálni, vagy hogy... hogy gáspár virággal vannak, a virággal bandáznak, a virág idevitt, a virág ezt csinált, a virág ezde, vagy már ugye ki más, hogyha én nem, járkálok velük. Tehát ők a posztolgatták ezeket igen, az eseményeket, igen, és igen. akkor a többiek az. Aztán megjött ez a hátulról beszélnek, ez a sussmagolás, aztán én meg olyan lány vagyok, hogy tényleg nem hagyom magamat is, ez baj is. De hát mit beszéltek ki róla, de mi volt az, amit ki tudtak hát, beszélni én, róla? Nem, nem, nem tudom. Ez már régebben volt, nem kért bőlem ez a cigány, mír, hogy megmondom nekik, nekik megyek, meg balhézok de erről már erő is láttam. El nem tudom képzelni, hogy te, te neki mész valaki egy kis vele, és nem hát tudom, <laughs> hát, mit ad, ilyen, mit csak eddig kétszer volt az életemben, de már nem akarok többet, tényleg. Hát ezekkel át kell mondjuk menni, a szarkeveréseket. Igen, meg, tapasztalni kell az életben. Egyébként ezért lesz jó neked a pszichológia, hogyha arra felé tudsz majd menni, hogy hogyha tényleg arra Mert egy kicsit rendbe fogod tenni szerintem ezeket a dolgokat saját magadban, meg te kicsit így azt a... nem is szükség van egy pszichológusra. Egyébként mindenkinek szüksége lenne valójában egy pszichológussal, vagy egy terápiára, hogy az életéről, meg így helyre rakja a dolgait. Apokát hogy van? Mert ugye a pszichológiára azt mondtad, hogy miatt, miatta is szeretni miatta is, mert rajta is látom, hogy jó. Hát... Apukámnak szerintem, ahogy valami zavara lehet, vagy én nem tudom. De ez nincsen diagnosztizálva, egyáltalán? nem tudom, hogy, hogy ő hova jár, vagy miket csinál, de mondjuk, amiket én észreveszek rajtaim, én... én nem tudok uh, tényleg mit mondani, mert néha annyira kikészít, hogy felkötném magamat -e tőle. Így felkelünk, megyünk családdal Pestre. Jó, forduljunk vissza Tarjánból ott a pénztarcán. Pesten a étteremben ő elhagyta a napszemüveget ő elhagyta a pénzt. Ennyire szét van szorva, hogy bárhova megyünk, bármit csinálunk, nincs olyan perc, hogy ne telefonozzon, ne telefonáljon, ne hagyjon el semmit, akkor jön a este hat. Ő frontinozik. Onnantól, hogy ő bevette a gyógyszert egész kocsiba, világ lassabban, 40 kell mégig menni. De ha előtte nem veszi be, még jó kedvem, meg úgy lehet ráadni, de utána már kajak, kaja. Ha. De nem tudom, hogy ez anyukám hogy fogja bírni, hogyha én is elmegyek vele, mert elég csuda ember. De egyébként apukádnak a, a, ez a fajta ilyen leépülése, depressziója, vagy hogy mondjam, tehát ez a fajta ilyen lelki leépülése. Ez nyomon követhető volt az életedben? Tehát, hogy te ezt Ö... láttad, hogy honnan hova jutott ő a népszerűségnek köszönhetően, nyilván nem köszönhetően, ezt most így idézőjelbe teszem. Itt én arra emlékszek, hogy mikor még Nógrán költöztünk, akkor kezdte ezeket a gyógyszereket színi, de pont mikor elmentek Ázsiába, azelőtt kérdezgettem őt erről, hogy neked ez mióta van, meg hogy, de ő is ezt mondta, hogy mióta így elkezdte ezt a celepkezdést, hogy azóta van ez, és sok mindenki külsőből nem lássa, csak annyit lát, hogy mi milyen tökéletes családunk, mennyi pénzünk van, meg stb. De tényleg belül meg azt nem lássák, hogy tényleg mi van igaziból. De mi van igaziból? Hát, hát, akkor most már egy kicsit mesélj el, mi van igazikban. Hát apukám amúgy úgy jó, hát tényleg én nagyon szeretem őt, csak annyi minden van rajta, mert most, hogy elment Ázsiába, nagyon sok telefonszámot, ügyvédet, stb. hagyott itt hogy tényleg én annyira sajnálom őt, hogy ez tényleg csak csinálja, 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 hogy a családnak jó legyen. És itt van ez a nabos ügy is, és amúgy én ezt most értettem meg amúgy, hogy mi. Mert eddig gondolom, biztos én kis rendőrség, stb. De nem tudom, amúgy nekem ez olyan egy hülyeség, hogy át, kell fizetni, minek az? Nem is értem amúgy, meg nem is ez most oké, hogy az áfa, de ott vannak, amiket hallok a hírbe, ez meg az embertől, kap érte két évet. Nem tudom, én aki embertől, én annak az a halálbüntetés, meg micsodát adnak, mi olyat. Igen. Nem szeretem a ilyeneket. Vagy maga ez az ügy, ez lezáródott már, vagy, vagy ez még folyamatban van? Szerintem nem záródott le, de erről nem nagyon tudok amúgy. Még nem is, és is kérdezgetem, de nem nagyon szeret erről beszélni. K nagyon sajnálom őt. Na, akkor tart is attól, hogy fog ezzel történni majd. Mindig hazajön, jön, amikor van a bíróság, utána hozzá lehet szólni. Begyógyszerezik, felmegy, alszik ennyi. Nem, Maxi. Ez kemény lehet egyébként. Na, nagyon. Meg amióta van ez az ügy, azóta tényleg nagyon, annyira szétszórt, hogy így felhívom őt bent van a városban. Mondom, hozzám a tarjánból kenyeret, Az olyan. Mondom, voltál tarjánban? Mi te hívtál? Na, beszéltünk, igen. Úgy, így, annyira kimegy neki minden a fejéből, de meg annyira szét van szórva, mindent elhagy, hogy fú, azt nagyon helyében nem bírom. És nem beszélgetsz fel ezekről, mert egy lelki részéről, hát, vagy mi történik? Próbálok, veledem? meg úgy a párom is próbál vele, de nem tudom, kicsit félek amúgy erről beszélni vele. Meg úgy rendeltem is egy ilyen pszichológiai könyvet, azt is odaadtam neki, mondom, hogy olvasok az de át ebbe is nagyon jó kis dolgok vannak, hogy így, így próbálok rajta segíteni is. De nem tudom. Úgyhogy ez akkor nem egy jó ember egyébként. Tehát, hogy az nagyon jó ember, lehet, mert, mert olyan szíve látják, de van. De tényleg egy nagyon jó ember. Észre is veszem ma rajta, hogy így vagyunk random valahol egyből egyből. Tényleg segít, nem kell bárkinek. Itt tényleg egy ilyen utcára jöttem, mert amit tényleg mindenkinek segít, meg így bármiban egyből odaadja, kezét levágná, hogy csak, hogy nekünk legyen enni, vagy bármi. Tényleg. Virág, köszönöm, hogy itt voltál, Én köszönöm, köszönöm, hogy, hogy, itt hogy itt tudtunk láttam. beszélgetni. Örülök, hogy a, a gyerekkorodban nincsen semmi olyan, olyan maradvány, ami kihatna köszönöm. a jövődre. Kívánom, hogy lehetek nagyon boldogok. És hát szépen. akkor jön az esküvő, meg a annak el kell majd jönni, Igen. addig bulizzatok, meg éljetek, meg hogy, meg, hogy arra vigyen az utad majd továbbra lesz szempontjából, vagy munka szempontjából, ami, ami neked a legkedvezőbb. Köszönöm szépen. Remélem, még találkozunk. Én is. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy a szóljon, hogyha új videó érkezik, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van energiád és kedved, akkor kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.